Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője. És tudatmódosító sorozatunkban valami különlegességet szoktunk általában megvizsgálni néhány percben, legyen az menedzsment technika, vagy coaching technika, vagy valamilyen pszichológiai jelenség. Most egy nehéz témát hoztam, és erről nekem is nehéz beszélni, és gondolom, hogy hallgatni is nehéz lesz. Arról szól ez a mai adás, hogyan és miért érdemes elkerülnünk azt, hogy gondoskodjunk mások érzéseiről állandóan, és felelősséget vállaljunk mások érzéseiért. Én abból indulok ki, hogy korábban is talán mondtam már néhányszor, hogy arra kéne törekedni, ez a kéne, ez ilyen nagyon idézőjelben van, hogy mindenkivel partneri viszonyban legyünk, egyenlő viszonyban, nem pedig alá-fölé rendeltségben. És gyakran azt veszem észre magamon is, ügyfeleimen, barátaimon, ismerőseimen, üzletfeleimen, hogy van bennünk egy vágy, hogy szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát a társaságunkban. És ennek van egy természetes foka, tehát nyilván mindannyian szeretnénk, hogyha az emberek örülnének körülöttünk, mi is szeretnénk örülni és így megélni az életet. És van ennek, majdnem azt mondtam, hogy kóros foka, de túlzásba vitt foka. Amikor én elkezdek mindent megtenni azért, hogy a másik jól érezze magát. És ez már-már közelít a szolgalelkűséghez, egy picit más azért, még maradjatok velem. Milyen jelei vannak ennek, amikor én úgy kezdek el gondolkodni magamról, hogy én nem számítok annyira. Az a fontos, hogy a másik jól érezze magát. Mint hogyha én állandóan a másikat szeretném kiengesztelni, vagy felvidítani. Mint ha azt hinném, hogy én képes vagyok megváltoztatni a környezetemnek az érzéseit. És ennek a kóros, vagy nem egészséges foka az, amikor én tulajdonképpen saját magamat mások érzéseink keresztül látom. Ha az illető örül, akkor én is örülhetek. Ha az illető szomorú, akkor addig én nem örülhetek, amíg a másik ember szomorúsága ki nem lett engesztelve. És ez természetesen megnyit egyéb rossz lehetőségeket is. Például az, hogy könnyen manipulálható leszek bűntudattal. Ha valaki elhúzza a száját, csúnyán néz rám, akkor azt fogom gondolni, hogy biztos rosszat gondol rólam, és mindent meg kell tennem azért, hogy kiengeszteljem őt. A Biblia is tanít erről, de a Biblia azt tanítja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességre törekedjetek. És itt a kulcs szó az az, hogy amennyire rajtatok áll. Nem szükséges felborítanom a partneri viszonyt, és mindent megtennem azért, hogy a másikat teljes mértékben örömre, boldogságra, békességre hangoljam. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne legyek empatikus. Örülhetek az örülőkkel, sírhatok a sírókkal, de nem vehetem magamra annak a felelősségét, hogy mindenki jól érezze magát körülöttem. Nem ez az én misszióm. Az én misszióm az, hogy én okéba hozzam az érzelmeimet, hogy én a szívemben mindenki felé tüske nélkül legyek, és ne legyen a szívemben hosszú távon harag, keserűség, és így tovább. Szóval el kell tudnom viselni valahogy, hogy nem mindenki szeret. Fel kell tudnom dolgozni, hogy néhányan megharagszanak rám. Az előbb idéztem a Bibliát, nagyon sokat tudnék így Ószövetségből is, Újszövetségből is idézni, hogy hát nem mindegyik prófétát kedvelték, nem mindegyik híres karaktert, szereplőt kedvelték a Biblia lapjain sem. És az illető ettől nem omlott össze, hanem el tudta viselni, el tudta hordozni. Ha Jézusra gondolunk, ő is el tudta hordozni, hogy időnként meg akarják gyilkolni, máskor királlyá akarják tenni. Ettől ő nem érezte magát sem többnek, sem kevesebbnek. És valahogy erre kell törekednünk az érzelmeink kalibrálásánál is. Különben fogságban leszünk. Mások emberek elvárásai, érzelmi szükségletei, azok fogságban tarthatnak bennünket, de nem erre kaptunk elhívást. És hát ez sokszor gyerekkorban rögződik, szokták mondani pszichológusok, hogy akinek mondjuk alkoholista szülei voltak, az alkoholista szülő már elfoglalja a családban a gyereknek a szerepét. Felelőtlen. És akkor a gyerek
kénytelen felelősen gondolkodni és korán felnőtté válni. Lehetnek más esetek is, nem csak alkoholisták. De ez azt jelenti, hogy akörül fog forogni az élete, hogy hogyan tudja olyan állapotba hozni a szüleit, hogy ők jól érezzék magukat, ne nyúljanak a pohár után. És kialakulhat ez egyfajta reflexként, hogy később felnőtt életében is másokat meg akar menteni a rossz érzésektől. És nagyszerű érzékei fognak ehhez tapadni és kialakulni. Úgyhogy, ha ilyen a helyzeted, akkor menj el terápiába, beszélj egy pszichológussal, dolgozd ezt fel. És azt hiszem, hogy arra hívlak téged, hogy a következő héten próbáld ki. Ne próbálj másokat megmenteni az érzéseiktől, hanem gondoskodj a saját érzéseidről.